és ez itt a közérthetően jó estét kívánok vasárnap este, az asztalnál pedig Lesti Árpád, a Fórum Politikum ügyvezető igazgatóját köszöntöm, és Nagy Attila Tibor, a Méltányosság Politika Elemző Központ elemzőjét. Sziasztok! Rengeteg témánk van, éppen arról beszélgettünk, mielőtt felgördült a függöny, ezért pörgessük is. Persze, sukorú tárgyalás már immár Washingtonban, 2006-ban Gyurcsány Ferenc vajon beszélte, nem beszélte a rendőrökkel, Bajnainak most már egyre több szereplése van, EU-n ügyben az MSZP Brüsszelhez fordul, és aztán még sorolhatnánk. Fájni fog? Azt azért lehet tudni Bajnai programjából, hogy bizonyos rétegeknek fájni fog, hiszen Bajnaiék nem is csinálnak titkot abból, hogy ők az adórendszert át kívánják alakítani, tehát a felsőbb rétegeknek megnövelnék az adó kulcsát, illetve visszaállítanák az adó jóváírást, ez mondjuk az alsóbb rétegeknek annyira nem fájna, de pontos adó kulcsokat nem tudunk, hogy Bajnaiék hol emelnék meg az adó kulcsokat. Bajnai annyit nyilatkozott, hogy ő nem szeretné azt, hogyha már az átlag bér környéke is a legmagasabb kulcsba esne bele. A szocialistáknak egy korábbi szakpolitikai programjában olvashattunk konkrét adókulcsokat. Ez különben érdekes, mert amúgy a szocialisták keveset árulnák el abból, hogy milyen eszközökkel kívánnak kormányozni, illetve az adópolitikában viszont elég konkrétak voltak. Úgyhogy úgy néz ki, hogy bizonyos rétegek például adózás területén jobban járhatnak, a baloldal visszatérésével mások rosszabbul, de hogy még konkrétan hol fog fájni meg kinek, ez csak további találgatás kérdése lehet. Az adó kérdésnél nyilván lehet, és időnként kell is érdekeket sérteni. Ugye azért tisztázok a nézők kedvéért, ha esetleg valaki nem hallotta már a héten több ízben is megismételve azt, hogy Bajnai Gordon ugye akkor, amikor bemutatta a saját képviselőjelöltjeit és az él csapatát, akkor azt mondta, hogy akkor is, ha ki kell mondanunk, hogy ez fájni fog, de azért, hogy utána lényegesen jobb legyen. Most én értem, amit Attila itt elkezdtél felvázolni, hogy adó átalakítások, és majd lesz olyan réteg, akinek ez biztosan fájni fog, és a többi. Na jó, de ezt követően, miután ezt elmondta, utána mind az együtt 2014-nek számos politikusa, mint maga Bajnai Gordon is, hát nem erre lyukadt ki, hanem ő a saját blogjában cáfolta, már mint Bajnai, aki azt mondta, hogy nem a kormányváltás fog fájni Magyarországnak, hanem az, ha Orbán Viktor hatalomban marad. Most akkor ez elszólás volt, nem volt elszólás, és ugye voltak azok a hírek is, és azért én azt gondolom, hogy ebbe bele tudunk masszívan kapaszkodni, hogy ez nem is feltétlenül a választóknak szólt, hanem az én értelmezésemben egyrészt szerepelni akart, mert kicsit Gyurcsány túlszerepelte Bajnait az utóbbi időben, másrészt pedig valóban üzenet volt azoknak, akik véletlenül Bajnait támogatják, például a kukáért egyébként a különböző multinacionális vállalatok, bankok, akiktől ugye csökkenteni kívánják az őket terhelő adókat, vagy hát különböző intézkedéseket. És akkor nem érkezett el magyarázkodni, hogy hát ez nem is azt jelentette, hogy... Csak egy pár mondat, és aztán utána átadnám a szót. Miután itt alapvetően azért inkább találgatni lehet, ezért szerintem az elemző jól teszi, hogyha kiindul az adott programokból is. Tudom, hogy Magyarországon programokat kevésbé szoktak a választók olvasgatni, de azért érdemes erre hagyatkozni. Azt persze már megint fontos kérdés lehet, hogy ennek a kommunikálása szerintem nem a legjobban sikerült Bajnaiék részéről, ezzel mondjuk egyetértek, de nem ez volt az első hiba Bajnaiék részéről a kommunikációban, és ahogy elnézem, nem is ez lesz az utolsó. Árpi? Azt gondolom, hogy a politikában valakinek mindig fáj. Tehát ugye régi mondás, és nagyon jól tudjuk, Madács megírta, sok az eszkimó, kevés a fóka. A politika nem szól másról, mint a meglévő anyagi lehetőségeknek az elosztásáról, hogy hogyan osztjuk el, mennyi adót veszünk be, mennyit osztunk szét belőle, magas az adó, alacsony az adó, ott hagyjuk a választópolgároknál, döntsenek ők róla, inkább az állam magához vonja, és akkor ő osztja szét. Ezek régi-régi viták, nyilván a bal-jobb oldali pártok mást és más gondolnak róla, a saját gazdaságpolitikáiknak megfelelően. Én azt gondolom, hogy teljesen természetes, hogy a kampányhoz közeledve előjönnek azok a témák, hogy az adott párt mit szeretne másként csinálni. A probléma a Bajnai Gordon pártjával kapcsolatban elsősorban az, hogy kicsi az esély arra, hogy a saját programjukat meg fogják tudni valósítani. Ne felejtsük el, hogy most egy olyan
pártról beszélgetünk, ami 5-10% közé be lett zárva. Az MSZP ezzel a megállapodással, amit kötöttek velük, hogy 31 egyéniben lesznek együttes jelöltek. Igazából az MSZP bezárta Bajnaék pártját egy 5-10% közötti helyre. Vagy a saját maguk. És Gyurcsány Ferenc. És ha igazából végig akarnánk menni, akkor azt mondhatnánk, hogy Bajnai Gordont bezárták a pártjának a képviselői, ugyanis nem szabad elfelejtenünk, hogy Bajnai Gordon lehet, hogy elhiszi magáról, hogy miniszterelnök lehet, azonban a pártjának a második, harmadik, negyedik, ötödik emberének így a listás bejutó helye szinte biztosítva van, garantálva van, nem kell azon izgulniuk, hogy be fognak-e jutni, és beszélhetnek utána 2018-ról. De visszatérve a mostani helyzetre, nagyon messzire szaladtunk. Minden választások után, amikor el kell dönteni, hogy ki lesz a miniszterelnök, koalíciós megállapodások szoktak történni, most 2010-ben erre nem volt szükség, és annak hatására eldől, hogy melyik párt tudja megvalósítani a kampány, vagy a programjából melyik részleteket. Én azt gondolom, hogy Bajnai Gordonnak a mostani programját csak abból a szempontból érdemes néznünk, hogy mi az, amit mondjuk be tud áldozni az MSZP érdekében. Hiszen az teljesen egyértelmű, hogy önállóan Bajnai Gordon biztosan nem fog miniszterelnök lenni, az MSZP-re szüksége van, és a két párt programja közötti nézegetésnek is abból a szempontból van szerintem értelme, hogy megnézzük, hogy mi az, amiben hasonlót mondanak, és mi az, amiben különbözőt. Nagyon sok mindenben mondanak teljesen mást, azt kell, hogy mondjam. Bajnai Gordon esetén pedig abszolút így van, ahogy említetted. Én azt gondolom, hogy bizonyos szempontból ő a támogatóinak üzent ezzel, hogy igenis megéri őt támogatni. Az elmúlt napokban jelentek meg hírek, amik arra vonatkoztak, hogy Gyurcsány Ferenc mellé állt bizonyos szempontból a nemzetközi tőkének egy bizonyos részei. Bajnai Gordonnak a pártjának sem mindegy, hogy támogatják-e anyagilag Gyurcsány Ferenc pártját, és ne felejtsük, hogy Bajnai Gordonnak a következő időszakban igazság szerint egy nagyon erőteljes nemzetközi kampányt kellene folytatnia ahhoz, hogy el tudja magától hitetni, hogy még esélyes miniszterelnök. Másrészt, hogy azért, hogy pénzt tudjon gyűjteni a kampányához, mert jelenleg nem úgy néz ki, mintha lenne pénzük a kampányukhoz. Való igaz, hogy a politika sokszor fájdalomról szól, illetve fájdalmas intézkedésekről. Ne keserítsük el a nézőket, most már egyre inkább kezdünk el teljesen pesszimistába. Gondoljunk bele csak abba, hogy különösen Magyarországon, ahol viszonylag kevés az elosztható pénz, elkerülhetetlen a politika részeiről az érdeksérelemnek az okozása. Tehát igazából jó vagy mindenkinek megfelelő döntéseket nem tudsz hozni, amennyiben kevés a pénzed, mint kormányfőnek, illetve kormánynak. Tehát magyarul rangsorolni kell, és az adott párttól vagy párt felkészültségétől, ügyességétől és más körülményektől függően, hogy ezeket a fájdalmas vagy kevésbé fájdalmas intézkedéseket hogy tudja meghozni, illetve hogy tud-e mondjuk olyan plusz adóbevételeket megteremteni, amelyekkel mégsem annyira fájdalmas jó, a politika. Jó, akkor ne beszéljünk rébuszokban egyébként, tehát tegyük tisztel a nézőknek, most az én személyes véleményem az, hogy azért így most már a választásokhoz közeledve és a mostani választási ciklusnak a végén tulajdonképpen már levonhatjuk azt a következtetést. Az ország működik, nem ment csődbe, nem ment tönkre. Egyébként a gazdasági növekedés beindult, még talán erről is fogunk beszélgetni. Pénz tulajdonképpen van minden megfelelő alrendszerre, tehát minden alrendszerre van pénz, nem kellett hitelt felvenni, és még sorolhatnánk. És ez több között annak is köszönhető, hogy nem az emberekre vetettek ki adókat, mint tette azt egyébként az IMF javaslatára, akár Bajnai Gordon, akár még korábban Gyurcsány Ferenc, hanem valóban a multikat adóztatták, meg a bankokat adóztatták, meg stb. És hogyha innentől nézzük a történetet, és ti is azt mondjátok, hogy azért egy torta van, amit különböző úton módon lehet felosztani, ez beleértve egyébként a bevételeket is. Hát, hogyha azt mondja Bajnai Gordon, hogy fájni fog is, nem az embereket adóztatta meg az Orbán kormány, hanem a multikat, akkor, hogyha fájni fog valakinek, akkor vélhetően az embereknek fog fájni. Egyébként unblock, és a bankoknak, multiknak mi egymásnak pedig kevésbé. Mielőtt erre rátérnék, egy kis kiegészítést hadd tegyek. Ez a kormány is vett fel hiteleket, hiszen kibocsát kötvényeket, ami szintén a hitele felvétel egy formája. De visszaforgatják szépen az előző hiteleknek a törlesztésébe, hát, tehát ugye ez a logikája. Világos, de attól ez még hitelfelvétel. Legfeljebb jó esetben... Oké, nem nőtt az adósság. Jó esetben elmondhatjuk, hogy arányaiban nem nőtt az adósság legjobb esetben. Nos, az, hogy abból azért Bajnaiék nem csinálnak nagy titkot, hogy ők a multinacionális cégekkel, illetve a külföldi tőkésekkel jobb kapcsolatot szeretnének kialakítani. Ők
nyíltan megmondják, hogy az a politika, amelyet jelenleg az Orbán kormány folytat ez ügyben, az alapvetően elhibázott, mert csökkenti az ország iránti bizalmat. De akkor ezt miért nem mondja az embernek a szemébe? Mert ő azt mondja, hogy fájni fog, aztán utána néhány nap múlva azt mondja, hogy hát nem is úgy gondolta, meg nem nekik. Meg nem is. Erről beszéltem, amikor azt mondtam, hogy nem a legjobb kommunikációja volt a Bajnai féle csapatnak, ami azért sem lehet egyszerű, mert ne felejtsük el, hogy a Bajnai féle csapat azért több elemből áll, tehát itt házon belül sem olyan egyszerű egyeztetni az egyes hát mondatokat. Kinek lenne rossz, hogyha Bajnai kerülne hatalomra? Hogyha, így is feltehetjük a kérdést. Ha abból indulok ki, hogy tudva levőleg ő mondjuk az IMF-re is egy jobb viszonyra törekedett volna, és megnézzük, hogy az IMF mit kért Romániától, akkor azt feltételezhetjük, hogy biztosan rosszabb lesz a nyugdíjasoknak, biztosan rosszabb lesz a közszolgálati dolgozóknak, közalkalmazottoknak, közszférának a munkavállalóinak, hiszen náluk Romániában is egy jelentős, hát nem lehet szebben fogalmazni, tehát a fizetésük csökkent jelentősen, egyik napról a másikra mondhatnánk azt. Emellett feltehetően a több gyermekeseknek sem lesz jó, a családi adókedvezménynek a megszüntetésével, kivezetésével, értelemszerűen, akik mondjuk azért vállalták most a harmadik gyermeküket, vagy a másodikat, vagy akár a negyediket, mert azt látták, hogy van értelme, és anyagilag stabilabbá válhat a család, hogyha akár vállalnak plusz még egy gyermeket. Számukra sem lesz jó, hogyha Bajnai Gordon visszajön, és azt a programot valósítja meg, amit most feltételezhetnénk, hogy megvalósítana azok alapján, amiket látunk. És ha viszont arra a kérdésre próbálok választ adni, hogy tehát a Bajnai kommunikációja, hogy mondott valamit, aztán visszakozott. Igazából egész Bajnai Gordon elmúlt egy éves tevékenysége erről szólt. Mondott valamit, visszakozott, megnézte, hogy mi a helyzet. Igazából egy olyan helyzetben van, mint amikor a fölmegy a jégre egy olyan, aki nem tud korcsolyázni, kicsit megy jobbra, kicsit megy balra, aztán visszapróbál menni. Nem látszik az irány, hogy mit szeretne pontosan Bajnai Gordon. Az látszik, hogy érzékeli, hogy Gyurcsány Ferenc jön föl, azt is látja, hogy ez nyilván ő neki a saját lehetőségeit csökkenti, akár szavazókat is veszíthet Gyurcsány Ferenc, ugyanis elveszi tőle a szavazókat, mert Gyurcsány Ferenc pont úgy megy fel a jégre, aki tudja, hogy hova akar eljutni. Akkor... Ez a különbség náluk nagyon érződik, és Bajnai Gordonnál pontosan, ahogy említetted, ráadásul Bajnai Gordonnak a szervezete nem egységes. Tehát itt legalább 4 szervezetről beszélünk, amik közül van, amelyik nagyon radikális lépéseket szeretne tenni, van, ami igazából csak egy alapítvány, és csak néhányan vannak benne, van, amelyik országgyűlési képviselők, jelenleg parlamenti országgyűlési képviselők, akiknek az egzisztenciája is veszélyben van, tehát itt nagyon nehéz őneki önmagában a csapatai között is rendben. Megígérem, hogy az ellenzéket ki fogjuk vesézni a második részben, hogy most akkor milyen taktikát választ és kicsoda, de attól még itt a fájni fog kérdésnél, és én értem, amit mondasz, Árpi, hogy persze itt már többen lesznek, és tépezők, hogy összefognak, Isten mentsen meg tőle, de az mondjuk kormányra is kerülnek, de attól még éreztek igazi különbséget mondjuk egy MSZP, egy Bajnai és egy Gyurcsány között abban a pillanatban, hogyha ebből majd egy kormányprogramot kell létrehozni, és utána dönteni kell olyan kérdésekben, mint adórendszer, mint bankadó, multiadó, én nem tudom micsoda. Tehát én azt vélelmezem és azt állítom, hogy amennyire ezek összefognak, lehet, hogy ideológiai különbségek vagy hozzáállásbeli különbségek vannak, de a végén tényleg csökkenteni fogják a multik terheit, a bankoknak a terheit, és ezt valahonnan be kell szedni, visszatérek az eredeti álláspontomhoz, vagy kiindulási pontomhoz, az emberek fogják ezt megszenvedni. Tehát a jégen, a kormányzat jegején több szereplő korcsolyázik. Ezt azért valóban látni kell, tehát hogyha visszajön a baloldal, akkor vélelmezhetően ez egy koalíciós kormány lesz. Lehet, hogy 3 szereplőből fog állni, lehet, hogy 5-ből, tehát én számítok egy második magyar Radicsova kormányra, ha úgy tetszik, amely egy év alatt szétesett, mert a szereplők egyszerűen nem bírtak egymással. És ennek azért is lehet jelentősége, mert én viszont látok komoly tartalmi különbségeket a baloldali pártok programjában. Valamikben könnyen össze meg tudnának egyezni, tehát szerintem a multik a bankok adóinak csökkentésében valószínűleg lesz megegyezés, hiszen ebből ők se csináltak titkot, ezt ne felejtsük el. Maga Bajnai meg Mesterházi is azt nyilatkozta, hogy valamilyen ellentételezésért cserébe készek a bankadót csökkenteni. Viszont hogyha olyan kérdésekre gondolunk, hogy a szocialista párt által most például a kongresszusokon hangoztatott jóléti ígéreteket hogyan lehetne megvalósítani, ebben Bajnaiék
Majóval tartózkodóbbak, ugyanakkor, hogy tovább bonyolítsam a helyzeten, a szocialista párt sem mutat egységes képet, és talán emiatt is van némi profilzavar, hiszen ne felejtsük el, hogy miközben Gúr Nándor tényleg nagyon érzékletesen próbál a szegények érdekében beszélni, addig Mesterházy mellett ott van az a technokrata Kákosi László, aki például az amerikai üzleti körökkel való tárgyaláson, illetve előadáson lépett fel Mesterházy oldalán, és ott már Mesterházy kevésbé hangsúlyozta ezt a szocialista pártnak ezt a népjóléti vonalát. Ez egy másik témakör lehetne, de ebben nem mennék bele, hogy más területeken is ideológiai szempontból a szocialista párt elég komoly problémákkal küszködik, amelyek a profilra károsan hatnak, és akkor ehhez vegyük még, hogy a többi pártnak is lehetnek eltérő gondolatai. Tehát én például arra számítok, hogy ez a jég, ez a kormányzati jég könnyen beszakadhat, amennyiben a baloldali pártok nem lennének képesek kellőképpen a programbéli pontjaikat összehangolni. Erre különben tettek nemrég egy kísérletet, hiszen az MSZP-nek meg a Együtt PM-nek volt egyfajta programvázlata, amiben meg tudtak állapodni, viszont ez csak egy programvázlat volt. Tehát amikor kormányozni kell, rengeteg egyedi, konkrét ügyben kell majd politikai döntést hozni. És a személyi kérdésekről nem is beszélve. Hát az arról már nem is beszélve, de mondjuk amikor ilyen kérdésekről kell hozni, akkor könnyen kiújulhatnak az ellentétek, és akkor esetleg kormányválságról kormányválságra bukdácsolhat egy új baloldali kormány, nem beszélve a Fidesz féle rendszernek a aknáiról, tehát itt bizony nem vár könnyű kormányzás a baloldalra. Egy rövid gondolat, aztán hadd váltsak témát, mert van egy érdekes témám még. Azt gondolom, hogy ez az MSZP már nem a 2008-as MSZP, mondjuk itt egy jelentős változáson próbálja Mesterházy Attila átvinni a pártját, inkább azt mondanám, hogy baloldali pártot szeretne. Abban pedig, hogy meg tudnak állapodni, de ne felejtsük el, hogy mondjuk amikor a kettős állampolgárságról kellett szavazni, a parlamentben Gyurcsány Ferenc és Szanyi Tibor voltak azok, akik nemmel szavaztak erre a törvényre. Vannak pontok, ahol még a legmesszebb lévő személyek is egyet tudnak érteni, viszont nem gondolom, hogy képesek lennének együtt kormányozni. Jó, így az első rész második témája, és még durván van 4 percünk, a kérdést úgy fogom feltenni, hogy most pontosan ezekre az emberekre akarunk kormányzás bízni, akarnak inkább a balliberális oldalon. Sukoró kérdés. És a héten derült ki az, hogy eddig is tudtuk, hogy Washingtonban egyébként a magyar állam ellen a sukorói beruházást egyébként kivitelezni kívánó Joav Blum és Ronald Lauder ugye pert indított Magyarország ellen, és ami a kis színesebben a történetben szerintem tragikus, hogy olyanok fognak tanúskodni az ország ellen, mint Tátrai Miklós, Császi Zsolt, ugye Bajnai Gordonnak egy korábbi vallomását fogják felhasználni, Gyurcsány Ferenc pedig Magyarország ellen írásban fog ebben a perben tanúskodni. Hát már bocsánat, nagyon szép társaság így is, tehát ez a Tátrai, Császi, Bajnai és Gyurcsány, de hát Gyurcsány Ferenc akar itt most megmenteni az országot Orbán Viktortól, amikor kiáll, és egyébként, ha jól emlékszem, 100 milliárdos perben Magyarországot akarja, hát hogy mondjam, megbüntettetni. Hú, de szépen fogalmaztam. Nyilván ez a kampányidőszaknak egy kedvenc sláger témája lesz. Én azt gondolom, hogy alapvetően a problémája a jelenleg magyarországi baloldalnak abban van, hogy Magyarországon belül nem tud olyan témát kitalálni, amellyel erősödni tudna. Ilyenkor a magyarországi baloldal, de igazából ne szűkítsük le ezt baloldalra, tehát láttuk olyan is példát, hogy mondjuk a 2002-2010 között mondjuk a Fidesznek volt kijelzett frakció, vagy a Fidesznek volt kijelzett elnökségi ülése Brüsszelben, próbáltak Brüsszelre hatást elérni ezzel is, de nyilván a magyarországi baloldalnak is már a századunk elején is voltak arra tendenciái, hogy ha belülről nem megy valami, akkor kívülről próbál az országnak rossz hírét kelteni. Én azt gondolom, hogy nincsen új a nap alatt, ez egy régi technika, az elmúlt 3 évben is többször láttuk, az viszont valószínű, hogy ez a politikai értelemben, a 2014-es választások szempontjából én azt gondolom Gyurcsány Ferencéknek nem lesz előnyös. Én nem szívesen minősítek jogvégzet lévén egy olyan amerikai választott bírósági eljárást, amelynek az iratait nem ismerem. Akkor tudod, mit minősítsél, hogy akkor ugye itt maradva, viszont témát váltva, és majd valószínűleg át fogunk csúszni a második rész elejére, akkor az E.ON.
ügyet vegyük elő egyébként. Ugye ebben már konkrétan elhangzott a parlamentben, hogy hát hazáruló cselekedetet hajtott végre az MSZP, mert hogy mi történt, az E.ON gázüzletágának a visszavásárlása miatt feljelentették Brüsszelben az Orbán kormányt. Na most ez már, itt ez már nem iratkérdés, nem az, hogy tanúskodnak Magyarország ellen vagy sem, hanem szépen fogták, kimentek Brüsszelbe, megint elkezdtek panaszkodni, hogy hát ha rossz lesz az Orbán kormánynak. Azt azért senki sem veszi figyelembe, hogy ez nem hogy az Orbán kormánynak, de ez az országnak masszívan rossz lesz, hogyha Brüsszel emiatt egyébként akár eljárást indít, akár pedig elítéli a kormányt. Azért itt egy picikét ellent mondanék neked, mert itt sem ismerünk minden lényeges iratot, amelyek az ügy megítélése szempontjából fontosabb, mert itt a vita téma a feltűnő érték arányosságnak a kérdése, hogy a magyar kormány 170 milliárd forinttal többet adott az EON-ért, mint amennyit kellett volna, legalábbis az MSZP állítása szerint. Mindaddig, amíg én nem ismerem a független értékszakértői véleményt, nem nagyon tudok, és szeretnék is ebben állást foglalni. Az, hogy de Attila, nem ezt kell minősíteni konkrétan, azt kell minősíteni, hogy a szocialista párt az Európai Unió bizottságához fordult. Hát ez abból adódik, hogy itt egy aszimmetrikus helyzet van a Fidesz meg az MSZP között, nevezetesen egy egyharmaddal sem rendelkező szocialista párt úgy gondolja, hogy a külföldi erőket segítségül tudja hívni annak érdekében, hogy a pozícióját politikailag Magyarországon belül erősíteni tudja. Ez a taktika azért nem csak a baloldalra volt mindig jellemző, hanem időnként a Fideszre is, tehát ez tulajdonképpen kölcsönös. Árpi véleményt majd a szünet után fogjuk meghallgatni, de annyit azért hadd tegyek hozzá, hogy azért az aszimmetrikus hadviselés már történelmi... Nem aszimmetrikus hadviselés, hanem helyzet. Az aszimmetrikus helyzetben is általában, amikor ugye két fél állt egymással szemben, mindig a gyengébb fegyver volt ez a típusú hozzáállás, nem is beszélve egyébként a terroristáknak a működéséről, ami tipikusan aszimmetrikus helyzet és aszimmetrikus hadviselés, de majd erre mind a ketten egy szünet után fogtok reagálni, várjuk vissza önöket. A közérthetően másik részét látják, még pedig Lesti Árpáddal és Nagy Attila Tiborral, és félbeszakadt egy témánk, és egy, hát mondja, meglátjuk, hogy vita volt ez, ugyanis Árpit még nem hallottuk az E.ON gázüzletág visszavásárlása miatti MSZP-s brüsszeli feljelentés ügyében. Én egy teljesen más szempontot emelnék ebbe a történetbe be. Ne felejtsük el, hogy az E.ON-nak mégiscsak német érdekeltségű cégről beszélünk. Németországban 2013 őszén választások voltak. Maga ez a vásárlás néhány hónappal azért a választások előtt történt. Nem gondolom, hogy ez választásokat el tudott volna dönteni, főleg így, hogy Angela Merkelnek az előnye azért borítékolható volt, vagy a győzelme borítékolható volt, de minden mindennel összefügg. Magyarországon nem olyan régen találtam egy adatot, körülbelül 600 ezer munkavállalót külföldi cégek alkalmaznak, ebből több mint 200 ezeren közvetlenül német érdekeltségű cégeknél dolgoznak. Brüsszel, Unió. Néhány hónappal ezelőtt már föltetted azt a kérdést, hogy az Unió megye így tovább. Én arra azt válaszoltam, hogy amíg Németországnak érdeke, addig az Unió biztosan menni fog így tovább. Kérdés az, hogy Németországnak ez meddig érdeke, és meddig célja neki fenntartani az Uniót, vagy mikor érdemes neki változtatni. Én hadd rakjam össze a képet, azt akarod mondani, hogy ugyan az MSZP feljelentette Brüsszelben Magyarországot, de mint hogy németekkel kötöttünk egy dílt annak idején az E.ON kapcsán, ezért nem fognak minket bántani? Nem fognak minket bántani, kampányidőszakban nagyon szükség lesz arra a bántásra, Orbán Viktornak kiváló lesz, hogyha megint Brüsszellel tud hadakozni, igazából Magyarországon nincsen neki ellenfele, tehát kivel hadakozzon. Tehát egy 5%-os párttal azért egy választások alkalmával feltehetően győztes jelenleg aktuális miniszterelnök jelölt ne nagyon vitatkozzon. Viszont Brüsszel kiváló terep lesz megint erre a vitatkozásra. Én viszont azt gondolom, hogy mivel hogy itt Németország is érintett lehet előbb-utóbb, sose lesz ez kimondva, és ez igazából ilyen maximum lábjegyzetes megjegyzésekbe fog szerepelni. Én nem gondolom, hogy ennek különösebb eredménye pontosan emiatt lenne. De én azt értem, hogy a kormány és a Fidesz szempontjából miért jó ez.
mert rá tudunk mutatni, vagy rá tudnak mutatni arra, hogy hát azért hölgyeim és uraim elmentek Brüsszelbe panaszkodni, el akarják ítéltetni a Magyarországot és az Orbán kormányt, és ez egy remek, ahogy már te is mondtad, egy remek téma lesz a kampányban a Brüsszelre való hadakozás. Ez akkor a szociknak miért jó? Tehát most miért vállalták fel azt, hogy a hétfőn a parlamentben Soltész Miklós, javítsatok ki, hogyha nem így volt, nak lehetőséget adtak arra, hogy elmondja így velük szemben face to face, hogy hölgyeim és uraim, hazvárulók vagytok. Nyilván ez egy magas labdának tűnt, amit kétségtelenül a Fidesz kormány Soltész Miklós képviseletében le is csapott, viszont én szeretnék rámutatni a magyar politikai kultúrának azon elemére, amely már legalább 150 éves körülbelül, amely során a szemben álló felek vagy hazaárulással vádolják egymást, vagy pedig azzal vádolják egymást, hogy rossz hírét keltik az országnak. Tehát, hogyha az ember fellapozza mondjuk a monarchia béli kiegyezéskori szó szerinti parlamenti jegyzőkönyveket, különösen a 19. század végétől, hát tele vannak a parlamenti jegyzőkönyvek azokkal a kifejezésekkel, hogy rossz hírét kelték a hazánknak, hazaárulók, tehát ez Magyarországnak a sajátos politikai vagy geopolitikai helyzetéből is adódik, hát, hogy eléggé ki van szolgáltatva bizonyos külföldi erőknek az érdekeinek, illetve a mozgásának, és hogy ezekhez képest az adott kormány hogyan határozza meg magát, az mindig egy éles kérdés, és tekintettel arra, hogy Magyarország most is ezúttal egy nagyobb szövetség, az Európai Uniónak a tagja, és bizony többé-kevésbé figyelemmel kell lennie az Európai Unióban lévő politikai, gazdasági erők érdekeire, vagy ha azokra kevésbé van figyelemmel, akkor azok egy részéről nyilván ellentámadás következik. Ebben a helyzetben lehet fontos kérdés, hogy az adott ellenzék, illetve a kormány ezekre hogy reagál, és ahogy az első rész végén kifejtettem, a szocialista pártnak szemmel láthatóan az a stratégiája, ha ez egyáltalán stratégia, hogy miután belpolitikai volanon ő nem képes győzelmet aratni a Fidesz kormánnyal szemben, hiszen ne felejtsük el, nincs meg még az egyharmados aránya sem a parlamentben, tehát önállóan még arra sem képes, hogy törvényjavaslatokat a plenáris ülés elé tudjon tenni. Ezért mit csinál a szocialista párt? Úgy gondolja, hogy miután viszont a külföldi közvéleményben egyes külföldi csoportoknál ő meg különösen Bajnai előnyösebb helyzetben van különböző történelmi okokból, mint a Fidesz, ezért ott próbál segítséget keresni. A következő kérdés inkább az lesz, hogy a magyar választók körében ez a fajta magatartás hogyan csapódik le. Nyilván a jobboldaliak ellenek nagyon nem fognak örülni, a baloldaliak igen, és akkor majd elindulhat a küzdelem a bizonytalanabb választókért, hogy ezt ők hogy érik meg. Ez nagyon szép egyébként, Attila, csak azért titeket is, meg a nézőket is emlékeztetném mondjuk egy Tavares jelentésre, ahol végül kiderült, hogy ott is ők voltak e mögött. Tehát az a monarchia beli párhuzam azért nem volt jó, mert azért itt nem csak beszélnek róla, itt konkrétan Magyarország ellen cselekedtek korábban, nem is annyira régen, de hogyha már csak arra utalok, hogy azért benne van az MSZP kultúrájában, mint az MSZMP utódpártjában, hogy külföldiekkel szövetkezve az ország érdekei ellen, és most hadd mutassak rá egyébként a kommunista rendszerre, vagy akár a kommunista hatalomátvételre a 40-es évek második felében, amikor durván egyharmaduk lehetett a kommunistáknak és a szociáldemokratáknak az első, egyébként utolsó a szabadon választott országgyűlésben. Aztán azt követően a szovjet hadsereg, meg a helyi kommunista, meg mi egymásnak a segítségével csak hatalomra kerültek és kialakítottak. Tehát magyarul mégsem volt olyan rossz a párhuzamon, mert ott is az történt többek között, hogy az egyes politikai erők külföldi erők segítségét vették igénybe. Ezek hát nem egyes, hanem ez a kommunisták, akár nem, az utódpárgyáról is beszélnek. Volna Magyarországon nem csak, ez egyébként nem csak magyar jelenség, de egyébként ez magyar jelenség is. Én azt gondolom, hogy az MSZP, tehát mert összeemeltük, nincs témájuk, szervezetileg nem áll jól a párt, és ráadásul egy olyan belső vetétársuk adódott Gyurcsány Ferenc személyében, aki folyamatosan jön föl hónapok óta. Valamit mondani kell, erre ez kiválóan alkalmas volt. Pont. Tehát igazából a párt nagyon komoly problémákkal van, és az az érdekes egyébként, hogy beszélgetünk az MSZP-ről immáron évek óta, de valóságban az MSZP-nek, hogy mi az igazi problémája az MSZP-nek, nem az, hogy a választásokat most megnyeri vagy nem nyeri meg, hanem milyen strukturális problémái vannak, milyen életkori problémái vannak, milyen olyan problémák vannak, hogy nem tudnak igazából mit mondani. Igazából van-e egyáltalán az MSZP-nek
tud-e bármit mondani a párt az elmúlt néhány évben, azon kívül, hogy verjük meg Orbán Viktort, és egyre radikálisabban mondják, hogy győzzük le Orbán Viktort. Ezen kívül az MSZP semmit nem tud mondani. Az elesetteknek már réges-régen nem az MSZP a pártja, mert a rezsicsökkentéssel, azzal, hogy 2012. januárjától 2012. áprilisáig 400 ezer ember a Fidesz mellé áll, hát az MSZP nem tud erre reagálni, pedig már lassan eltelt azóta fél év, és nem tudnak mit mondani. És most jött a rezsicsökkentés 2. És erre se tud semmit mondani a párt. Tudnak mondani áfa csökkentést, amit aztán a Fidesz megvalósít. Nem tudnak semmit mondani. Kelet-Magyarországot elvesztették. Megjelent a Jobbik, és gyakorlatilag azt láttuk egy évvel ezelőttig, hogy nem is az MSZP volt a kihívója a Fidesznek, hanem a Jobbik. Meg volt az esély arra, arról lehetett beszélgetni, hogy melyik egyéniket fogja megnyerni a Jobbik. A Kelet-Magyarországon. Hát az MSZP-nek ez az igazi problémája. Megjelent a Jobbik, ami gyakorlatilag elszívja a szavazóit amellett, hogy a Fidesztől is viszel természetesen a szavazókat, de az MSZP nem tud erre mit mondani. És az MSZP-nek ekközben megjelent még Gyurcsány Ferenc, az egykori elnöke, aki pedig az SZDSZ-es szavazókat el tudja szívni, és emellett azokat is el tudja szívni az MSZP-től, akik azt látják, hogy Mesterházi Attila egész egyszerűen nem alkalmas arra, hogy miniszterelnök legyen. Lehet, hogy 10 év múlva alkalmas lesz, de hogy most nem alkalmas, az biztos. És megjelent a belső ellenzéke is egyébként, ha már itt tartunk, akkor tényleg menjünk bele itt a szokásos heti ellenzékén, SZDSZ-es balliberális adókapokban, mert azért ők is hoztak nekünk témát rendesen. Mégpedig ugye, hát már múlt héten beszéltünk ugyanen az asztalnál ugye két másik vendéggel arról, hogy Lendvai Ildikót előre tolták, ő elvitt a bajai videós balhét egyébként, az első hét, amikor nem beszélünk a bajai videóról, hogy mik történnek. És ugye Kovács László is megjelent, és a hétnek nem is ez volt már ugye a témája, hanem az volt a témája, hogy Lendvai Ildikó, és egyébként, ha jól emlékszem, Kovács Ferenc is elkezdett amellett nyilvánosan kampányolni a tévében, hogy igenis Gyurcsány Ferenciket valami utomodon be kell venni a buliba. Ugye ebben már érződik az én pont a Magyar Hírlapnak fogalmaztam, hogy ős káosz uralkodik az MSZP-n belül, mert erre, hogy nem Mesterházi Attila, pedig szintén a nyilvánosság előtt utasította rendre Lendvai Ildikót, amikor egy interjúban úgy fogalmazott, hogy egyrészt az ilyen típusú média bevonás imázsvesztéssel jár, és azt szeretné üzenni a kollégáinak, hogy házon belül folytassák le ezeket a vitákat. Hát ez nem lehetett más, mint Lendvai Ildikó. És ezzel csak alátámasztom azt, hogy hatalmas nagy káosz uralkodik az MSZP-n belül, és már kezdenek úgy kinézni, hogy nem tudja a jobb kéz, hogy mit csinál a bal, vagy nem tudja az egyik bal kéz, hogy mit csinál a másik bal kéz. 2013 őszig, illetve talán szeptember-októberéig úgy tűnt, hogy Mesterházi Attila képes vasmarokkal egy kézben tartani a pártját. Bocsánat. A szavazók számára annyira nem érdekes ugyan, de korábban volt-e a Gyurcsányi kiválása után egy olyan alapszabály módosítás az MSZP-ben, amely az elnöki, illetőleg központi hatalmat tovább erősítette, és azt nem lehet elvitatni Mesterházi Attilától, hogy őt egyre inkább kezdték elismerni a párton belül egy olyan vezetőnek, akinél egyelőre nem találnak legalábbis jobban. Egészen két héttel ezelőtt. Egészen, így van. Na most addig, amíg őt elismerték viszonylag kompetens vezetőnek, jó ideig nem volt kibeszélés az MSZP-ből. Most, hogy jött ez a bajai videó, most, hogy jött, és erre külön felhívom a figyelmet, október 23-a, amikor Mesterházi egyszerűen nem tudott mit kezdeni az összefogást követelő tömeggel, illetve annak egy részével, onnantól kezdve szerintem jelentősen csökkent a tekintélye, és most megint megindul egyfajta kibeszélés, amelyet Lendvai Ildikó, meg akár mások is névtelenül megtestesítettek, és én egyébként ezen személyi szervezeti problémákon túl, amelyek itt szintén elhangzottak, még egy problémát hadd említsek meg röviden, ez pedig az ideológiai problémát. Tehát a szocialista, egyébként nem értek egyet teljesen azzal, hogy a szocialista párnak nincs mondani valója azon kívül, hogy Orbán takarod, hiszen vannak jóléti ígéretei, csak az a baj, hogy ezek viszont tényleg nem állnak össze úgy Isten igazából egy választó fejében, tehát például lehetne valami frissességet, valami újszerűséget kínálni. Például mit gondol ma a szocialista párt a demokrácia újjászervezéséről? Hogyan lehetne élhető politikai rendszert csinálni?
Mi lenne akkor, hogyha például a rendőrkapitányokat, az iskolai igazgatókat, a helyi közösségek választópolgárok választanák? Hogyha ilyenekkel előjönne a szocialista párt, ilyen ötletekkel, amelyek még nem voltak, vagy másféle. És aztán majd le kéne egyeztetni, majd Bajnai Gordonnal és Gyurcsánnyal, majd jól összevesznek rajta. Ez a szervezeti probléma, csak azt akarom mondani, hogy hát nyugaton, a brit munkáspárt környékén lévő agytöztök körül ezekről a kérdésekről viták, elméleti értekezések folynak, és ezt a fajta elméleti diskurzus mozgást nemhogy a szocialista pártban nem nagyon látom, de a szocialista párt környékén sem, márpedig fontos egy olyan szilárd ideológia, olyan rendezett ideológia, amelyre alapozva a szocialista párt képes lenne a mindennapi akcióit megvalósítani. Csak egy dolgot hadd szúrjak be, mert csak látom magam előtt az asztalt, ahol ül Mesterházi Attila, mondjuk Bárándi Gergely, mert elő akarom hozni, Szanyi Tibor, Lendva Ildikó, Kovács László, és mondjuk, nem tudom, mondjatok valakit, Göncz Kinga, vagy Herzog Edit, és vagy Lampert Mónika, és így ülnek, és azon agyalnak, hogy na most akkor, srácok, milyen ideológiát is követünk pontosan. Hát először, bocsánat, már pedig erre volt törekvés, hadd jegyezzem meg, hogy a választási vereség után éppen a Lendvai Ildikó vezette programtanács volt az, amely kísérletet tett arra, hogy ideológiailag új alapokra, vagy más alapokra helyezze a szocialista pártot. Érdekes módon... És eltelt 3,5 év, és aztán egymás szintén. Várjál, érdekes módon Lendvai Ildikót félreállították, a programtanács anyagát kihajították tulajdonképpen a kukába, jött a József Attila alapítványnak a különböző programvázlat, a szakpolitikai programjai, és nagyjából ekkora tehető, amikor Mesterházy arra kérte az öregeket, talán még emlékszünk rá, hogy legyenek kedvesebb visszább vonulni, tehát Lendvai is, meg Kis Péter, meg az összes többi régebbi MSZP-s, ők hát valamelyest visszább is szorultak, szerintem nem teljesen önként, ugyebár, és most, hogy Mesterházy Attila tekintélyen megkérdőjeleződött, és nem volt képes arra, hogy ideológiailag egy szilárdabb talapzatot építsen ki, most nagyobb bajba került Mesterházy Attila pártelnök, akit egyébként még az is sült, és akkor itt fogom befejezni, hogy az elmúlt 3 évben nem sikerült megfelelő kommunikációs talapzatot sem teremteni, nincsen igazából karizmája sem, de ezt lehet, hogy nem is nagyon lehet megteremteni, mert az embernek, egy politikusnak van ilyen karizmája, vagy nincsen, Mesterházynak nincsen, ez őt sújtja. Hát és Bajnaiból sem tudnak egy karizmatikus szemét felépíteni. Nem, mert ő sem az. Hadd foglaljam össze, amit Attila mondott, mielőtt egyébként Árpinak megadnám a szót. Tehát akkor a személyi összetételében egy káoszos MSZP-ről van szó, ideológiája nincsen, és valódi programja ezek szerint nincsen. Hát többé-kevésbé ezt mondtam. Árpi. Erre nehéz bármit is még hozzátenni. Én azt gondolom, hogy tehát, ha megnézzük a magyar népnek a mentalitását, a történelmünket, mi mindig olyanok voltunk itt az elmúlt 1100 évet, ha csak átszaladjuk, hogy mindig kellett egy vezető. Tehát mindig kellett valaki, akihez igazodunk. Ő volt fejedelem, király, herceg, aztán pedig kimagasló képességű politikusok. Én azt gondolom, hogy akik megmondták, hogy mi legyen, mert nekik volt mondjuk egy víziójuk, volt egy elképzelésük, ha szerencsénk volt, akkor ez a vízió jó volt, ha pekünk volt, akkor ez egy nagyon nagy zsákutcába vezette volna az országot. Vagy vezette. Vagy vezette is akár az országot, igen, erre is bőven vannak példáink. Ezek után, hogyha általad említett opció előjön, hogy mondjuk akkor beszéljük meg, hogy hogyan válaszunk meg a rendőrfőnököt, ami lehet, hogy Amerikában tök jól működik, itt Magyarországon a választók többsége azt mondaná rá, hogy hát erre nem vagytok képesek. Tehát, hogy itt azért lássuk be, hogy a magyar politikában és a magyar embereknek a gondolkodásához igazítani kell a politikusoknak a tennivalóikat és azt, amit mondhatnak, illetve amit tehetnek. Én azt gondolom, hogy ilyen karizmatikus vezető, aki meg tudja mondani, hogy na mi legyen, a bal oldalon jelenleg nincsen. Vagy azért, mert teljesen hiteltelenné vált, és ez Gyurcsány Ferenc, vagy azért, mert egyszerűen hiányzik belőlük az a plusz, ami mondhatnám azt, hogy az X-faktor. Tehát, hogy valami, ami többé teszi a politikust az egyszerű, tehát egy vezető politikus az egyszerű politikustól. Nem lehet elhinni egyelőre Mesterházy Attiláról sem, és Bajnai Gordonról sem, hogy képes lenne mondjuk ténylegesen vezetni ezt az országot. Bajnai Gordon a napokban adott egy interjút, amelyben feketen-fehéren elmondta, hogy kétségtelen tény,
ő nem pártpolitikus, volt ugye a miniszterelnök, de a pártpolitika teljesen más, és őnek ebben nem volt, nincsen rutinja. Mesterházy Attila kapcsán pedig azért van egy pozitívum, azért ne felejtsük el, hogy 2009-ben, 2010-ben az, hogy ez a párt, az ő pártja nem bomlott szét, az azért leginkább Mesterházy Attilának volt köszönhető. Óriási, szerintem egy óriási tevékenységet, óriási saját szempontjából sikert ért el azzal, hogy egyben tudta tartani a táborát, a pártját. Most viszont tény, kétségtelen tény, ezzel a Bajai videóval kiütközött, amit be is vallottak, hogy egyszerűen nem voltak erre felkészülve. A politikát tanulni kell. Nem lesz valaki egyik pillanatról a másikra, aki alkalmas arra, hogy miniszterelnök legyen. Lehet, hogy ez 20-30 év. Mesterházy Attila lehet, hogy alkalmas arra, hogy mondjuk egy pártelnök legyen, vagy egy pártot vezetőségében, pártelnökség vezetőségében a legfőbb 5-6 emberben benne legyen, de lehet, hogy nem alkalmas még arra,